generációk találkoztak csütörtökön a Humanitel Szolgálat Központjában. A Gyermekek Háza déli óvoda Margaréta csoportjának tagjai műsorral kedveskedtek az időseknek, akik a kötet bemutatóra érkeztek. A Humanitel csapata közel 11 éve segíti az idős gondozás Nyíregyházán. Házi gondozás, szociális étkeztetés, demensbetegek szállítása, gondozása, jogi tanácsadás, nagymama és dédiszitter szolgálat. Egyebek mellett ezekben a feladatokban kérhetik a szakemberek segítségét az idősek és családtagjaik. Az idősgondozás gyakorlatilag úgy zajlik, hogy Nyíregyháza városban és három kis településen, Rohod, Laskod, Nyírkarászra van működési engedélyünk a házi segítségnyújtásra. A szociális étkeztetésbe bekapcsolódik még a Nagykálóváros, és gyakorlatilag közel 200 idős emberről gondoskodunk, 25 főállású dolgozó van, nálunk mindenki szakképzett, és nálunk mindenki főállásban dolgozik. Néhány kollégánk van, aki nyugdíjba vonulása után is a terepen maradt, és őket szívesen alkalmazzuk tovább. Gellén Imre, aki élete nagy részét Megyingben töltötte, az 1990-es évek végétől gyűjti a nóták szövegeit. Ő maga is a szociális szférában dolgozott oktatóként és vizsgáztatóként is. Úgy véli, a daloknak feszültségoldó szerepe is van, ezért több intézményben zeneterápiaként alkalmazzák azokat. Gellén Imre 2020-ra állította össze az első kötetet, a második pedig idén júliusra készült el. Összesen 1600 dal szövege került be a két gyűjteménybe. Olyan családban élek, ahol a lányom, a vejem, az unokám és az unokamenyem is szeretnek nótázni. Abba bízom, hogy ők viszik tovább majd ezt a gondolatot, mert azt gondolom, hogy a magyar nóta, népdal az része a magyarság tudatnak, a magyar nemzetnek egy értékét, nagyon fontos értékét képviselik. És szeretném, hogyha ez tovább élne az évszázadok során is. A rendhagyó könyvbemutatón dalok is felcsendültek a könyvek szerzője, valamint Szabó Julianna előadásában Görcsi Gyula tangóharmonika kíséretével. Adjál, Uram, csendes esőt, a nyitőt el, napsütés a búzafej.